Sose utasítanék vissza egy meghívást. Magam sem. Nem, Carter. Ön a hajón marad. Ha 10-15 perc múlva nem jövök vissza, elröpül innen. Igenis. Fölösleges. Rajta. Készüljön! Üdvözlöm, König parancsnok! Merre van? Sajnáljuk, hogy az emberei halottak, Clifford és Donovan. Bizonyára. Miért nem bújik már elő? Mi? Itt vagyunk. Nem jelentünk veszélyt. Ez így igaz, parancsnok. Tudták, hogy mire készülünk. Ez is igaz, parancsnok. Szemmel tartjuk a föld lakóit. Földi években számolva már századok óta. Rendkívül primitív intelligenciának tartjuk az önökét. Könnyedén megakadályozhattuk volna, hogy elhagyják a bázist. De kellek maguknak, Dr. Russell már nem él sokáig. Majd én pótolom. Dr. Russell halála szintén sajnálatos, de elkerülhetetlen. Ha olyan primitívek vagyunk, miért kell a tudásunk? Hát, ha a földiek egyszer bolygónk vesztére törnének. A Triton 2 millió fényévre van. Az idő csupán illúzió, parancsnok. Nekünk nem az, maguknak sem, mert a bolygójuk nem létezik többé. Bebizonyítom. Készen lép be. Nem kívánjuk elpusztítani az embereit, parancsnok. Sem magát. De megtesszük, ha szükséges. Nem lesz rá szükség, mert bebizonyítom, hogy a Triton már nem létezik többé. Viktor! Most küldi át a számításokat. Ez a Triton galaxisa. Felismerik? Mi felismerjük. A Triton csillagrendszer. Mi felismerjük. És a Triton univerzum. Mi felismerjük. Ez a Triton napja. Mi felismerjük. A számítások és azok igazolása Dr. Russellen keresztül érkezik. Ellenőrizzék! Nincs! Egyértelműen bizonyítják! Küldetés!
is. Hogy a napjuk felrobbant, és a Triton a csillagrendszer többi bolygójával együtt elpusztult. A Triton többé nem létezik, a maguk szerepe fölösleges. Eressze szabadon az embereimet! Gyorsan! Erre! Mi lesz? Mire várnak még? Gyerünk! Várjon, már is indulunk! Gyerünk, felszállás! Rajta! Eddig jól állunk. Jól van? Igen. És John? Még nem tudjuk. A műszerek szerint a gömb szétrobban. Mi van az erőtérrel? Nincs energiája. Vizuális kapcsolat. Csak a kíváncsiságomat szeretném kielégíteni. Mit talált? A látó idege rendkívül bájos, doktornő. Köszönöm, doktor Matthias. Miért vagy olyan borús? Csak éppen azon a bolygón merengtem, a Tritonon. Az a rengeteg tudás. Igen. Talán nem is a tudás jelenti a végső választ. Akkor micsoda? További magyar hangok. Pap János, Zámbori Soma, Sinkovics Vitai András, Szokol Péter, Németh Kriszta, Forró István. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök és vágó Pap Zoltán István, gyártásvezető Szőke Szilvia, szinkronrendező Gál Erika. A magyar változat a Filmmúzeum megbízásából a Labor Film Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Levin Judit.